Sólya atya szerintem, hogy a háború után érkezett ő ide, tehát, és valójában 46 körül kezdett el a cigánysággal foglalkozni. És, tehát valamit csak látott bennük, tehát ő egy magyar ember, nem azt mondom, hogy pap, de a cigányok elsősorban mint magyar embert fogadták el, és külön tényleg csodálatos volt, hogy miért fogadták el, ez fogal, megfordul az emberekben. Mert régen tudni kell, ugye nyilvánvaló, hogy a cigányság nem egy könnyen fogadta el hanem maga fajtáját, tehát ha magyar vagy bárki volt, tehát nem nagyon mondta el, vagy adta át a kultúráját, nyelvét, meg szokásait, nem nagyon teregette ki az idegenek előtt, de valahogyan ez az ember megtalálta a fonalat, hogy tehát nem úgy közelítette meg, hogy na rögtön mindent töröljünk el, ami most nálatok van, nem, mert ez a szokás, ez káros, vagy mit tudom, hanem elsősorban elfogadta őket úgy, amilyenek voltak. Lehetséges, hogy azok is. Azok lehet. Tehát nem kell az asszonyoknak menni a faluba batyúzni, na, igaz? Egyrészt. Nem kell a gyerekeket a batyúból nevelni. Na, valamikor a szígyen volt, most szígyen. A gyerekeket tudjuk iskoláztatni, na, igen, ruháztatni, igen, beosztani azt, ami van. Igen. Ma ilyen szempontból jobb. Sólya Miklósnak lehet köszönni ezt a dolgot, amit elértünk, ami Auron párt mindenütt a hodászi cigán nyoknak a híre ment, mert ez sehol nem volt a cigányok közt, hogy legyen neki ilyen kápolna, járjanak a templomba. 48-ban akkor lehettem olyan 6 éves, 7 éves. Amikor megindult az a kis kápolna, de hogy indult meg az is? Az úgy volt megvívve, mint egy lakás. Háznak volt minősítve. Nem merték mondani, hogy ott templom van. Mert ugye a kommunisták még akkor az időkor remengedték. Mit csinált Sólya Miklós bácsi? Felvett, hogy iskola, ki volt írva, hogy iskola. Na hát anyám csinált olyan kis bakaut, nem tudom, tetszik ösmerni, nem? Ugye nem? Így összevartak ilyen kendőt, mint egy kis baka, abban volt egy kis írka, két írka, egy ceruza. Fizet. És abban mentünk a templomba. Mikor bementük, akkor gyorsan letettük. Akkor már Sólya Miklós bácsi tanított minket. Meg éjfélig benn volt, meg reggelig ott a bakisába. Tanított az egész cigányokat, öregeket, fiatalokat, gyerekeket. Ugye mi akkor kunyhók voltak, kis kunyhók. Bejött. Ott volt éjszakák a szegi. Jót is aludt? Nem, az ott volt, az éjfélig is ott volt. A lányokat azokat hazakísérte. Igen. Tudom, hogy házról házra. Nagyon rendes ember volt. Sokan is elmentük a temetésére. A többet volt itt, mint a magyaroknál. Többet. Jól neki lehet köszönni ezt a mindent, Miklós bácsi. Sólya Miklósnak, mert ha az nincsen, a hodászi cigánság idáig nem fajul ki. Ő valójában azt helyettesítette a gyerekek számára, amit valójában a szülőnek, egy átlag magyar szülő ugye biztosít. Ma már ugye másképp van. De régen az volt, hogy például én is késsel, villával a templom kápolna közepén tanultam meg. Sorban álltak a gyerekek, és akkor na most egy szelet kenyér lesz a hús, meg stb. Tehát ilyen alapvető dolgokat, amit azt mondjuk, hogy hát nem egy pap feladata lenne, de mégis ott tanultuk meg ezeket a dolgokat. Szeretnős
Sólyatya. Na, itt a sólyatya. Nézd csak, Szabina. Te magadat nézed itt, jó? Mutasd meg. Itt kit vársz? Runcit. Az Károcsi. Na, nincs Runci. Itt van Runci. Nézd meg, Runci milyen szép. Látod? Itt meg van a Szabina járóka. Ebben egészen régiek nincsenek. Hát, na, itt vannak, itt vannak, itt vannak, itt vannak. Viki, mama! Uh-huh. Itt a hol vagy? Itt. Ott. Meg itt. Meg ott, mikor első áldozó voltam. Itt te voltál első áldozó? Nem, itt nem. A, ezek a gyerekek voltak. Te, én itt voltam. Ők ketten készítettek fel? Igen. És mikor csináltál utoljára ilyen előkészítést? Hú, mióta Szabina megszületett, azóta nem. De addig igen. Igen. És jársz még le a templomba? Persze. Minden vasárnap. Megyek, ha tudok. Kártyalóra. Az első áldozásnál is megyek. Már nem takarítom, mert itt vannak a jányok, azok, akik az önóba, itt dolgoznak le, és azok takarítanak. Csak besegítek néha, ha valamit kell venni, akkor megveszem. Csillárt is. Voltatok be a templomba? Csillárt vettem. Az oltár terítőt, szőnyegeket. A régi kápolnát jobban szeretted, nem? Uh-huh. Ez is jó, de az, ez jobban összetartott minket. Számítógép ki? Hey! És kell az iskolához a számítógép? Uh-huh. De miért, mit tanulnak? Tanulnak ők is számítógépen. És melyik iskolába jár? Ide, általánosban. Csak egy van, nem? Mi? Iskola. Hát tehát közösen szerint járnak a magyarok meg a... Igen, igen, csak most új iskola van. Ilyen szakiskola is, meg általános költség. Régen mondtátok, hogy eléggé... Eléggé másképp bántak veletek, mint a magyarokkal. Runcival már nem? Hát, Runcival mondjuk nem annyira, mert azért lényegében az egész tanár ismerem meg. Szóval, ha valami van, akkor szólok nekiek meg. Magánórákat veszek neki, hogyha gyenge valamiből. És hogyha látják, hogy úgy te is csinálsz a gyerekkel, akkor a tanár is másképpen áll hozzá. A tanárja, aki elsőben tanította, nem foglalkozott vele. Mert mondtátok, hogy rögtön alacsonyabb jegyet adnak, hogyha cigány. A leghátra rakta, legyél ott. Már kit a Runcit? A Runcit, az osztályfőnöke. És az, kis hogy a apja magyar, az se? Azt nem számol, hogy cigány az cigány. Itt van 1200 cigány, nem azt jelenti, hogy most mind az 1200 egyszerre, de többségben van az a réteg, aki azt mondja, hogy én is akarok talán úgy élni, meg akarok is, mint a magyar. Miért ne? Miért ne lehetne például az én gyerekemből valami? Ha én azt kaptam volna, amit most én adok a gyermekemnek, vagy nehezen tudok biztosítani, talán nem így tartanánk. Amikor azt mondja a társadalom, hogy civilizáltatni kellene a cigányt, vagy kell a cigányságot, ugyanakkor megvannak a pici kis eszközei, amivel kiöli ugyan belőle azt, hogy neki a kultúrája milyen, amilyen. Tehát egyfajta követelésnek teszik itt. Tehát tények elé állítja, hogy azt mondja, hogy most ezt kell csinálnom, és nem a régivel foglalkoznom. Tehát nevezhetjük úgy, hogy nincs Magyarországon meg az az oktatási politika, amiben bele van kapcsolva az, hogy igenis cigány kultúra, nyelv, stb. Oktatás. Nincs meg. Ez az első óránk. Én általában az első órát úgy szoktam kezdeni, hogy megismerjük egymást. Hát engem már sokan ismernek, de akivel még nem találkoztam, azért csak bemutatkozni, Gersely Gáborné vagyok, görög lelkész felesége, a, hogy is mondják cigányul? Rasály? Kinya. Kinya? Jaj, ez csúgy lesz. Babusról azt tudom, hogy sosem jön ki az iskolapadból, ő már a gimnáziumban is járt, és én azt hiszem, hogy ez a természetes életmód, hogy az ember, hogy élete végig tanul. Hát én is szeretnék itt dolgozni, mivel hogy mindig az egyháznál voltam, és most meg úgy lesz a szociális otthon, akkor itt is szeretnék segítkezni az öregek közt, úgyhogy az egyháztól sosem akarok elszakadni.
a pszichológia a lélektannal foglalkozik, tehát ismétlem, mindig önmagam, azért ismétlem, hogy itt mindenki megtanulja. De figyeljen, mi ott is jó. Tehát a pszichológia a lélektannal foglalkozik, nekünk nagyon fontos, hogy a beteg ember lélektanát megismerjük. Tehát nem is az a fontos, hogy tudjam, hogy pszichológia az lélektan, semmi jelentősége. Hanem annak van jelentősége, hogy közel tudja kerülni a beteghez. Kedves János bácsi és Ildike néni, először is kívánok maguknak Istentől jó egészséget, mely nekünk is van. Ne tessenek haragudni, hogy csak most írok, de sokszor örülök, ha már lefekhetek, annyira el vagyok fáradva. Most én vagyok az ideiglenes családfenntartó, még nem tudom meddig. Már a házra megkaptuk a kölcsönt, 420 ezret, és ebből 290 ezret kell visszafizetni, havonta 780 forintjával. Mi a második beszámolóra készülünk. Igaz, hogy Sándort már csak én nyaggattam, hogy legalább csak ezt az egy évet bírja ki, hát, ha utána kedvet kap hozzá. Mondtam neki, hogy pont ő hagyja abba, amikor neki kéne, hogy biztasson minket. Év elején még én akartam abba hagyni, mert eljárok egy boltosnőhöz takarítani, meg itthon is mosni, főzni, takarítani, és mire tanulni kellett volna, egyszerűen nem volt már erőm. Akkor Sándor jött, mindig mondta, hogy ilyen nincs, ha belekezdtünk, fejezzük be. Hát most meg én nem hagyom békén. Még 29-én lesz az érettségírásbeli, és június 20-a után a szóbeli. Az igazság, hogy ez a sok levél is mind, szerintem mind azért lett, mert Erika itt nem tudott itt kikapcsolódni. Az örült annak, hogyha valakivel vagy levelé kapcsán, vagy telefonon tud beszélgetni. Nehéz volt itt neki, itt hagytam, vasárnap elmentem Pestre, pénteken haza. Na itt most beilleszkedni, megszokni ezt az életformát, akkor anyáméknek a cigány stílusát felvenni. Így utólag visszagondolva azért sok minden a javamra vált abból, hogy tudod, ők azért mindig féltek attól, hogy na, ez mégiscsak magyar. Ők meg voltak szokva maguk közt, és akkor ahhoz próbált anyósom, akkor én azt úgy éreztem, hogy állandó bántanak. De így visszagondolva utólag ez nem bántás volt, hanem végül is azt akarták velem megszokatni, hogy na, milyen köztük az élet. Hogy mit tudom én, vegyem fel ugyanazt a stílust, vagy ilyesmiket. De mi mindent kellett megszoknod? Be kellett kötnöd fejed, azt hiszem például, nem? Jaj, először, amikor mentünk Mária apócsra, akkor mondja apósom, hogy hát a templomba csak úgy mehetsz be, hogyha bekötöd a fejedet. És akkor Gyuszi rám nézett, azt mondja, nem, ne kösd be a fejedet. Feltettem a kendőt, Gyuszi levette. De miért nem akartad? De ez egy ősi cigány szokás, hogy az asszony csak úgy mehet be a templomba, be van kötve a fejem, mert az már asszony. A lányok bemehetnek úgy, hogy nincs a fejükön, de az asszonynak kötelessége volt kendőbe bemenni. Asszonyoknak általában csak szoknya. Én meg azért mindig inkább a nadrágokat jobban szerettem. És akkor te voltál az, aki először elkezdett nadrágot hozni. Igen, szó szerint. A babus vágatta először. 16 éve az Erika példájára hordanak a lányok nadrágot. Nadrág addig nem most volt. Most már az asszonyok is. Nem? Most már az asszony, de addig ez nem volt itt hodászon, hogy az asszony nem volt ilyen cigánkra, hogy most az asszony nadrágba mászkáljon. Hát el sem tudták képzelni. De nekem sokszor megálltottak az öreg cigányok, hogy mit képzel a feleséged, a bérasszony az ilyen, aki nadrágba jár. Egy asszonyt, hogy nem illik a nadrág, azt a férfiak szokták viselni. És akkor még volt az, hogy a férfi ment elől? Hát az örökké megmarad a mai napig. Most is te mész elől? Ez nekem nem tűnt fel. Nem változik. Ez nem változik. Mi megint más vagyunk, mert vagy úgy mászkáltuk, hogy belém karol, de így ez az ősi szokás, mert most is a férfi megy elől mindig. A férfi kezében nem volt semmi. Az vagy zsebedugott kézzel mászkált, vagy általán nem fordult az, hogy a feleségé mennyi cipet, mennyi teher van. Nem érdekelte. Anyám az más volt, anyám sosem csinált ilyet, mert az nem, az apámra rakott mindent. De szó szerint így volt, anyám azt nem fogadta el, mert anyám nem ide való. Ecsetbűszál került ide, az nem fogadott az ilyen dolgokkal. Anyám inkább lerakta a táskát, ott hagyta. Akkor sem hagyta, de a többi nem úgy volt, hát emlékezz már vissza. Egy ABC volt csak hodászon fent a főtéren. Oda a legtöbbje szombat reggel fölment vásárolni. Már ott volt a piac, meg minden. Azért jöttek az emberek Pestről, szombaton reggel mind föl. A férfi bement a kocsmába, megitta magát a baráti körrel, addig az asszony bepakkolt minden. Utána meg a barátok együtt
tántorogtak hazafel az asszony, meg felpakoljék hazafele. Ez így ment. Lényegében az van benne, hogy a cigány férfi most úgy érzi magát, hogy ő van fentebb, a nő meg lejjebb. De ez most is így van? Így. Néma egy pár család, de már nem úgy van, de a legtöbb én így van. Hát a húgom esete nem kell, hogy megmagyarázza, mert ő a férfi. Ogi? Igen, a másik húgom úgy szintén. Babus. A babus is, meg az Olga is. Ők meg náluk már megváltozott a rendszer. És nálatok ki a főnök? Az a példa, ezt tanulták meg. Átvették az Erika stílusára. És hagyod magad? Hát nincs mit csinálni. Az ember nem akar már cirkuszolni, veszekedni, inkább hallgat. Pedig az embert olyankor a baráti elnevezik papucsnak, asszony izének, meg mindennek. És mit kéne csinálod? El kéne verned időn? Nem kéne elvernem, csak azt kéne, hogy csináljam, ha esténként a férfi társán összegyűl, vagy elmennék beszélgetni, vagy valahol, mit tudom én, iszogatnak, beszélgetnek. Itt a legtöbb férfi most is feljár diszkóba. Csak a nők nem járhatnak. A nők nem járhatnak, arról szó sincs. Itt péntek este a férfiak, a nős férfiak mind fenn vannak. Egyedül én vagyok, aki. Van egy pár, aki nincs fent. Nekik furcsa az, hogy nekem magyar feleségem van, és nekem úgy kell alkalmazkodni, hogy ő elképzeli. És akkor mindig azt mondják, hogy miért hagyod magad, miért ugráltatnak. Ezt amúgy nehezen fogadták el az első perc, hogy mindig azt mondták, hogy nem jobb neked egy cigányasszony. Az hallgat, nem szól, nem vitatkozik. De ebből én voltam csak itt a ilyen fekete bárány. A többiek az egy sincs. Most egy... már egyre több követőd van. De nem, hiába, de megvannak vele az, hogy cigány a felesége, de magyar az ex-felesége éveken keresztül. A babus jótékonysági bálokon, bármelyik, van olyan, mit szoktak lenni ilyen bálok, egy cigány bálok, babus mindenhol ott van. Minden rendezvényen külön estéruhát vesz magának, és őt nem érdekli, hogy a férje ott van vagy nincsen, nem foglalkozik vele. Én nyugodtan táncol, szórakozik. Laci meg olyan féltékeny típus. Ha valahol megy, akkor húzna elfele, olyan nem engedi, hogy ott maradjon. A másik húgom ugyanolyan. Máté szakán van egy buli, bent a városba, bemennek oda. Beül az autóbusz, elmegy, ha kell magába is. A barátnőivel elment Erika, sokszor elment a barátnőivel. Beült a három barátnő, hogy bementek Máté szolgára szórakozni. Na, hát új divatot hoznak. Új, de ő kezdte, azért haragszanak rá annyian. Haragszanak a babusra? Igen. Ő kezdte el. Ezt nem tudják ugyanezt csinálni, mert ebből rengeteg konfliktus van a házaspárok közt. És akkor mindig ezt a példáról, hogy ez behet, ahova akar. Mert ő meg amúgy nyilvánosan el is mondja, hogy ti így meg észt csináltok a férjeteknek, így. Meg mindenek elhordja őket, hogy nem tudtok kiállni magatok mellett, rabszolgák vagytok, meg ilyesmi. Fel akar borítani egy cigán hagyományt. Csak hazamegy, akkor is az a szokás, hogyha például az anyjuk alaknak egy lakásban, akkor az anyja felkelti a mennyit, hogy tálalj a férjednek, mert hazajött valahonnan, mindegy, hogy mikor. Ez a szokás megmaradt. Na Erikával nekünk is volt ebből konfliktus, hogy én is szerettem volna elmenni. Mai napig se csinálok meg. Szerettem volna én is elmenni a barátokkal, aztán ebből nálunk is volt cirkusz. Na ugye bejöttek, gyere ma menjünk ide, menjünk oda, az bejelentette, hogy nem. Én nem. Nem. Nem engedtem meg, és akkor nem mehetett. Vagy de egy idő után ez már... hazajön és körbeugrálja, milyen nincs. Egy idő után ez már... Megtalálod a szádat, és akkor... Na de megbízol benne, nem? Persze. Na de most jó lenne, hogyha ti közöttetek ugyanolyan lenne a kapcsolat, mint a régiek között? Nem, ez így jó. Szerintem így jó, mert fejlődni kell a világgal. Mi volt, azt el kell felejteni. Na de mindent? De nem mindent, de a mostani gyereket úgy se érdekli az, hogy mi volt régen. Egyiket se érdekli. Sokszor mondom a nagyobbik lányok, hogy tudod, te megy, szenvedtünk mi egy cipőről, megy kell dolgozni Erikával, almát szedni, meg paradicsomot szedni, meg mindenki kint a mezőn. Azt mondja, hogy ez a te bajod volt, hogy mit csináltál. Most is van még szava Erikánál? Most már megérti, hogy megy ez köztünk, ilyesmi. Most már ő is belejött, most már majdnem, hogy a szokásomat mindenbe felvettem. Majdnem olyan, mint anyám. De egyiknek is keletet anyja, másiknak is. Úgyhogy nem volt úgy minden, mint most van nekünk. Akkor szükebben volt úgy valami.
maga segített neki megszokni? Hát persze, vettem neki teleket, házat építettünk neki. És laktak együtt is sokáig az új igen, házban. Igen, vettünk neki teleket. Öt gyerek mellett rakogattam össze a pénzt. Vettem két teleket. Amiben én laktam, amit én ott laktam mellette, amit építettem, meg ami Erika lakott rá. Öt gyerek mellett raktam le meg pénzt is, akkor őket is feltartani, Bernadett. Na, azt akkor nem, még rosszabb világ volt akkor, nem, a Kádár rendszerben. Még most jobb világ, nekem jobb világom van most. Nekem akkor rosszabb volt. Lehet, hogy ezek mind aprók voltak, nem tudom. Sokat dolgoztam, te is tudod, mennyit dolgoztam. Persze. Dolgoztam a zavodába, a csirkegyárba. És hány menye, hány veje is van? Kettő, meg három menyem. Három meny és két. Igen. És melyiket szereti legjobban? Mindegyiket. Egyformán? Egyformán. Valami bajok van, úgy fáj nekem az egyikről, mint a másikről. Runci, ne rúgd az ajtódat! Jött megnézni a házát? Uh-huh. Ó, nyáron egész napot van a kapujákkal együtt. Nem tudtuk befejezni, mert Laci mindig szaladgázta. Na, Runci, neked meg ma házad van. A tapád elküldött téged. Hát mondjuk azt is be lehet, és majd visszateszi apát. Úgyhogy nem a bejáratú fogunk bemenni, hanem az erkélyre. De hát nem tudjuk, Runci, hát, mert... Hát bemehetünk most is, nem? A izéről. Mert így be tudtok nézni az ablakról. Nem megy. És miért kellett neki ilyen hamar megépíteni a házat? Nem építettük, nem hanem, vettük. Na de miért ilyen hamar? Hány éves? 10 éves. Hát azért vettük meg, hogy benne legyen a pénzünk. Mert azért honnan tudom, hogy Gruncsnak majd fogok tudni valamikor venni valamit. Úgyhogy így néz ki. És mikor akarjátok befejezni? Hát tavasszal. Már nem sok munka van ezen, a burkolás lenne, a lépcső. Hát itt meg régen rét volt, mikor ilyen kicsi voltam, mint Runci, ott a kertünk végén, oda jártunk fürödni. Az egész lányfiúk. Úgyhogy jó volt az, mert azért jobb gyerekkorom volt, mondjuk hiába szegény voltam, mint a mostani gyerekek, mert azért nekünk volt, ahol játszhattunk, ahol összejöhettünk. Most meg az ilyen gyerekek, mint az enyém is, nagyon keveset vannak a barátokkal, meg nem olyan összetartók, mint mi. Hazamennek, leülnek, nekiülnek a tévének, ez az egész. Mi meg kijöttünk, játszottunk, elmentünk egymáshoz, meséltek nekünk a nagyszülők, itt meg sehol senki. Te már nem mesélsz? Hát nem, hát a fiam nem is foglalkozik abban, hogy én meséljek neki. De én meg hogy hallgattam apámat éjfélig, a nagy meséket, mikor tél volt, beültünk, összegyűltek a gyerekek, és apu elkezdett mesélni nekünk éjfélekig. Csak jobb volt azért. Még szegények voltunk, de azért jó is volt. Jó, de te eltökélted, hogy te akkor is kitörsz. Igen, én megmondtam, hogy ilyen 10 éves koromban, hogy én cigányhoz nem megyek, nem akarok úgy élni, mint ők, és röhögtek. De mégis büszkén mondod, hogy cigány vagy. Hát persze, hát most tagadjam el a hitemet, meg ahogy tartozok, hát csak a cigány vagyok. Úgyhogy ebbe is tudom menni. Még a boltnak nem baj, hogy van mellett a másik bolt is, mert akkor egy vásárlás alatt akkor beugranak hozzá is. Hát igen, de tudod, hogy itt kanyarban van, meg kevesebb az udvarunk, úgyhogy innen fog indulni a ház, és egész oda le fog jutni. És akkor már lehet, hogy ilyen is kérnek hitelt. Hát már a lányok mondták, hogy babus, ha megnyitod, akkor tudod, hogy nekünk nincs pénz, csak fizetéskor. Mondom, persze, majd azok fognak kapni, akiket én is ismerek. De egyre több cigány költözik át a magyar részre? Igen, hát akik ki szeretnek jönni, azok kijönnek. Na, hát mi itt laktunk. Itt nőttem fel, itt töltöttem el a fiatalkoromat.
De hányan laktatok itt? Hát itt laktunk, mi voltunk? Öten. Öten voltunk, meg nagyanyám, meg a szüleim. Erika itt volt, Niki itt volt. Olyan 10-11-en laktunk szobakonyhába. És békességben nem volt. Itt a Runci, mi van bent? Szomszéd kutyája. Nem tudom, ki van itthon. Ferenc van itthon. Remze, való? Szia! Szia! Most kamerával jöttünk. Baj? Nem baj. Szia! Na, itt lakott Erika. Itt volt Erika. A gyerekkel, Nikivel, meg ott abban a szobában voltunk. Nyolcan. Benézhetünk ide is. Megnézzük a régi helyeket. Na, az meg az én butom volt, az ágy is, amit Ferencnek adtam, úgyhogy van nekem hova tenni a butraimat. Fel tudják használni. Hát itt nekünk nem volt szekrénysor régen, mert mind teli volt ágyakkal. Teli volt, arra emlékszem. Ott nem is volt, ágyak ott is ágy volt, itt is. Vagy négy ágy volt bent, úgy fértünk el. Itt volt középen egy asztal. Igen. De még talán itt is ágy volt. Igen. Sok ágy ott bent. Ez az én hazám valamikor. Még ő a legszegényebb köztünk. Ezzel hol az egyik, hol a másik segíti. Ez is, meg Pesten vettem Erikának, Erika neki adta. Az meg az enyém volt valamikor. Akkor beköltöztem az én házamba először. Aranynak van munkája? Az óvodában dolgozik. Óvoda? Hétfőig. Milyen közalkalmazott. És akkor te itthon vagy? Igen. Munkahelyik. És nem rossz mindig itthon lenni? Tessék? Nem rossz mindig itthon lenni? Hát, nem lehet szó. És mivel tudod eltölteni a napot? Eljárok össze-vissza. Ha a munka, megyek. És Laci szokta hívni? Szokta. Szokott? Néha napján, ha Ferenc haza nem szökik. Ha nem úgy viselkedik. Ott kell, hogy... Nem úgy viselkedik. És Gyuszi? Ő se hív? A Gyuszinak nincs munká. Volt valamikor, akkor ott voltam még. És Lacival nem jössz ki annyira? Nem. Most az karácsonyban. Két éve vagy három éve, Olgi? Három éve. Harmadik éve lesz most. Hát de jó messze a... Lejjebb laktunk nagyon itt a izének, vagy 3-400 méterre körülbelül laktunk. Az nagyon messze volt a kislány, meg Olginak is. Volt szempont, semmi nem volt a közelben. És rosszak laknak erre. Ki? Igen, rosszak laknak erre. Igen? Ez rossz ki szomszédok. Miért? Milyenek? Fagygyűrölök. Miért? Mind magyarok? És akkor miért ide jöttetek? Messze laktunk. Nagyon messze. Na, innentől is messze, hát ez is messze van. Na, még messzebb laktunk. Nagyon messze laktunk. Uh-huh. És ide elcseréltük. Meg kifizettük az OTP-t 400 ezeret, és úgy költöztük. Mi raktuk rendben, nem úgy nézett ki. És milyenek veletek a fagyűlők? Itt nem messze lakik egy, az ura rendőr, Szalkán. Tudod, hogy ki kezdett velem a nyáron? Kiabálta nekem, büdő cigány, menjél a cigánytelepre lakni, mert ott vagy való. Mikor laktam én a cigánytelepen, te is tudod. Tudod, hol laktunk Erika mellett, és mindennek lejártam. Mondom, nem vagyok én olyan, mint te. Tartom magam bármikor olyannak, mint te. Nálam is bejöhet, akárki leülhet, nálad is bemehetne. Mindennek lejártam. Nem is szóltam ezt. Ti öten voltatok, és aztán most mindenkinek csak egy meg kettő van. Igen, nem kell elég. Rebeka a rosszabb, hogy két-három gyerek van, vagy két, akármi a fiú, ki tesz.
Ez a szociális otthon fog épülni, és ilyen szociális gondozók leszünk, és ápolók, és majd itt a cigány embereket, amiknek tud olyan a családi háttere, hogy szívesen bejönne oda, hogy legyen, aki gondozza őket. Ez ilyen bentlakásos. Bentlakásos, de ez nyílt lesz. Akkor megy ki, amikor ő akar, szóval meglátogathassa a családja, és bármikor bejöhetnek, ott lehetnek. Nem olyan lesz, hogy zárt, nem nyitott lesz. És akkor te ott dolgoznál utána, hogyha ezt elvégzed? Igen. És ha felépül. De hányan végzitek? 21-en. Mind ott fogtok dolgozni utána? Igen. Kell is oda ennyi ember? Kell. Hát aki sikeresen elvégzi az iskolát. Tudod, az a baj, a cigányok azt gondolták itt, hogy nekik mindent szabad, meg minden nekik kötelező, bármit megcsinál nekik. Ez a papek próbálja megmagyarázni, hogy valamit tenni kell, meg ha valamit nyújtasz, azért tenni is kell valamit, és nem úgy megy, hogy kötelező, meg muszáj. A legtöbb cigány most se fogja fel, hogy valamiért meg is kell szenvedni, mert meg kell te dolgozni. Azt gondolom, itt is a legtöbb tábor, hogy a pap azért van, hogy mindent elintézzen. Szociális otthon, étkeztetést, minden rohangáljon. De a Sólya volt ilyen gyakorlatilag. A Sólya, igen, ezt csinálta, igen. Sólya nekem mondta, hogy ő, ez a mi papunk most, nagyon sokat hasonlít ő rá. Ő hozzá, mikor ő fiatal volt, őnek is ilyen... Hát de Sólya azt honnan tudja, ismerte őt? Persze, mi jártunk be Sólyához látogatni. Mindig a pap mindig mondta, megyünk, megyünk. Bementünk, beszélgetünk, és mondta, hogy jó pap lesz belőle. Mert látszik, hogy ő szorgalmas, megy a cigányokért, nem ül le, nem várja, hogy jöjjön. Lényegében mind munkahelyet teremt rengeteg, igen, embernek. Az iskolát is ő teremtette. 8-an. Most 22 asszony, 30. Meg... Tavaly volt a 7-8 a cigányasszonyoknak, hogy befejezzék, azt is a pap rendezte el, Sándorral. Meg 33 ember étkezik lent. Az öregek, nem? Öregek, igen. Mert régen azért mi másképp nőttünk fel, mint a mostani gyerekek, mert voltak nagy tábortüzek, a régi cigányasszonyok énekeltek, táncoltak, vagy fánkot sütöttek, meg éneket, azt mondja, mindenki kidárgattak, azt lefoglaltak minket. Be, valahogy az a világ, amikor még kisebb volt, akkor sokkal jobb volt, mint a mostani. Régen jobb világ volt. De miért? Mi volt az a nyugodt. Hát de ne haragudj, oda voltatok, hogy milyen rosszul éltetek. Most de mi, akár most már visszagondolsz abban, akár hogy milyen rosszul éltetek, de jobb volt, mert nyugodt volt az ember, békés, körülmények közt élt. Nem volt ez nagy stressz, a felfordulás. Most mitől vettük ideges? Azért, mert minden kis munkáért harcolni kell, hogy valamit elérjél, vagy valamit megfogjál. Ha van valamit, akkor irigylik a faluba, érted meg ő? Mit tudom én, nem? Még az a nagy ellentét, ami most van a két tábor között. Cigány magyar közt is van. Hát az akkor is volt, sőt, akkor jobban volt, nem? Nem volt annyira, nem volt. De most nagyobb az ellentét a cigány? Most már nagyobb, igen. Na és miért? Ezelőtt még elmentünk nekik dolgozni, elmentünk almát szedni. Mert nem dolgozik a cigány most már napszámban, neki is van esze, ő is megkeresi a magáit. Sőt, még most fordítva, mert van, amíg cigánynál magyar megy dolgozni. És ez nem tetszik a magyaroknak. Tehát ez a baj a magyaroknak. Ő most az kicsi. Hogy a cigányoknak van annyi eszük már, mint nekik. És, úgy, és annak kéne örülni szerintem. Én örülnék neki, hogyha olyanok lennének, hogy felfele mennek, nem lefele. Mint ahogy mondja a pap, hogy ópáiba, ez itt lábszaladgálnak a cigány gyerekek, a hóba meg minden. Meg milyen mocskosok, koszosok a kuják. Itt meg a cigány kuját nem különbözted meg a magyartól, hogy most ez cigány vagy magyar. Ha jól tudom, te voltál az első, aki levágta a haját örökre. Igen, igen. Azóta utánoznak. Ja. Ha nekem mondjuk sárga lenne a hajam, akkor már holnap mindenki is azt mondja, hogy sárga lenne. Mint te részed a divatot? Igen. Tényleg? Vörös volt nem először, legelőször nekem, most már mindegyiké vörös, most már az egyéb nem vörös. Én magyarasszony vagyok, tudod, ez van elvetően a faluban. Ketté szakították itt a cigánságot. Ha nincs ma az a régi hagyományos algörög stílus, hogy bemegyünk a templomba, meg mindenki a vallásával foglalkozik, a hitével, ez teljesen megszűnt. Most ha hány ember annyi
fajta. Ne szedjem be oda papnak. Mint egy falat építettek volna, mint Berlin és... Kőfal. München. Hát a cigány, régen ha elment a cigányán egy cigányány mellett, vagy egy fiatal asszony szóltak. Ma úgy elmennek melletted, hogy észre se vesznek, hogy ott vagy mellettük. Sőt, ha még mondod nekiek, akkor meg le is néznek. Már a másik párthoz tartozó? Nem, hanem maga a kis fiatal cigányasszonyok. Na de miért? Hát mert egy kicsit jobb nekik, elfelejtettek, hogy régen kik voltak, mik voltak, és most feljebbnek érzi magát, mint a másik. Sok cigány nem készült fel erre, szóval tudja szerencsétlen, hogy ki hol tart, ki hol van. Szent szellem megszállja őket, nyelveken beszélnek. Annyi bolondságot behoztak, annyi divatot. Fel van most fordulva a falon. Az Úr nem akarja, hogy csak úgy töressétek. Az Úr tanítványokat akar. Az Úr tanítványokat akar készíteni magának, akik hordozzák őt, akik képviselik őt, akik valójában bemutassák, akik nem szégyenik Jézust. De hallom, hogy tanulsz tovább? Hát igen. Na de hát mikor, hogy? Hát most el fog dőlni, most holnap megbeszélik, a legjobbakat kiválasszák, és akkor majd a pap eldönti, hogy hova megyünk, mert erre tudod. És hogy te legjobbak közé tartozom. Igen. Remélem, a három jó pap benne leszek. Gyertek, lejjebb! Ezért a legjobb három. Mindjárt ömlik az eső, rág. Ja. Az a baj, hogy a lányok ilyen hirtelen lámpalázasok, és nem akarnak, folyamat megállnak, gondolkodnak, akkor beleszól az oktató, hogy mit akar, és ha nem folyamatosan beszél, akkor persze, hogy eltűnsz az is, amit tudok. Én most megálltam, nem álltam meg. Az olyan látszik, folyamatosan beszélt, és meg se állt. Hát ha tudom, és biztos vagyok benne, akkor mondom. Ha nem jót mondok, úgyis megszólal, aki hozzáért az oktató, hogy nem elül van szó. Közönség előtt beszél, vagy nem beszél. De te sem fogsz izgulni, mert neked a szakmár, nem? Én tegnap meg se tudod szólalni. Na de hát ez a szakmár, ez tudom. Én tudom, de én nem tudok beszélni mások előtt, úgyhogy nagy tömegben, tehát a csajok előtt tudok beszélni. De most pap előtt kellett beszélnem, már nem tudtam úgy beszélni. Itt van a fejemben minden, csak... Egy az, hogy a megjelenésem már, hogy egy felsőbbrendű valaki, nem tudom, kisebbségérzés vagy. Mi befolyásolja, nem tudom. Hát, hogy a pap hogy felsőbbrendű? Igen, igen. Mire tud érni? Hát, aki közvetlen ebbek, azok a természetesen az ember, hogy máshogy beszélget, de aki érzi a különbséget, abban már nem tudjuk beszélgetni. Hát a kisabás nem jövője. Hát ide raktam, azt hittem, utána jött. Tényleg el tudod képzelni, hogy ott dolgozol? El, hát. Ugyanúgy csináltuk kint is gyakorlaton. De végül is nincs rá szükségetek anyagilag igazából, hogy dolgozzál. De akkor is kell, hogy legyen egy munkahelyem. Hogy dolgozzak, na, nem? Miatt, hogy... Nem lehet tudni, a vállalkozás tudod milyen, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan. Meg a betegekkel is segíteni, ez ugyanolyan, mintha gyerekekkel foglalkoznék. Mert már mikor leépül az ember, már olyan, mint egy gyerek. Nem, mikor öregek, meg olyan maga tehetetlenek, mint ott kint voltak, hogy tényleg odajöttek hozzánk, simogattak minket, ha segítettünk nekik. Csak olyan, mit tudom én, itt másképpen bánnak felük, mint mi. Már hogy érted? Hát nem annyira sok szeretet van abban a magyar beteg ápolóban, mint cigányokban. Szóval másképpen közelíti, mint mi.
Most már egyre a cigánylányok átveszik a magyaroknak a rossz tulajdonságait. Micsoda? Hát azt, hogy nem foglalkoznak a tisztaságukkal annyira, hogy hát egy lány régen, ha férhez ment úgy, hogy nem volt lány, szépen az anyok se hazazavarta. És tudod, átveszik az irítséget a magyaroktól, a haragot, ami rossz tulajdonságok vannak, és azt át akarják menni a cigánylányok is, és ez nem jó. Mit hallasz, Szabi? Na nem kell neki. Ez olyan, mint az apja. Miért? Szabina, az a magyar vér van benne. Ő már nem olyan lesz, mint én. Hát te sem voltál teljesen olyan, mint a cigány. Nem, de azért Szabina már irigyel. Szóval benne van a magyar temperamentum. Nem igaz. Runci olyan, mint én, mert Runci, hogy bármit kérnek, odaadja, meg segít, de ő nem. Azt neked nem szabad. Én csak hogy nézel ki, várjál. Igen, Laci mondta, hogy ő zavarja, hogy ennyien bejárnak ide a házba, elviszik a dolgokat, hogy ez... Na, de most, ha valaki bejön, nem küldhetem ki. Kiküldhetem? Mindig oda mennek, ahon szívesen látottak, nem? Akit nem szívesen látnak, oda nem megy be hát senki. Csak neki ez nyilván furcsa azért, mert hát ő azt szokja érzi, hogy meg a cigány szokás. Ő azt érzi, hogy dolgozik, és akkor sehol nincs, vagy hát, illetve időnként ki tudja, hol a pénz. Tudod, hogy cigányoknál minden közös? Igen, a cigányoknál az a szokás. Ha nincs só, akkor meleg sóért, gyufáj, paprikát, utrát kérnek, úgy van, tudom, amikor itt laktunk. Nálam is úgy jártak. Gyufáé, radigot még megvettem. Kérd meg egymástól. Most, hogy odébb laksz? Ott senki nem jön. Ott se, ott nem szokás, meg gyufaszállat se. Meg ha kész is nem adnak. Csodáig az itteniek meg már nem mennek ki. Igen. De a furcsa azért tudod, hogy ide bejártak, ott meg senki nem jön be. Ott, ha valaki rosszul van, ott meghallott a házba. Ott a szomszédok egymásnál nem mennek. Úgy van, mintha város ellaknál, az egyik nem néz a másikra. Én alkalmazkodó típus voltam mindig. Én felvettem a szokást. Hát eleinte rossz volt, tudod, szóval rossz volt azt megszokni, hogy ők, mit tudom én, másképp élnek, tudod, szokásban. De hogy másképp? Hát szóval a magyarnál az volt, hogy mit tudom én, régebben, ha mostanában már ők is ebben a pénzhajszával, vagy hogy mondják ezt, ilyen fogalmazás. Régen az volt, tudod, hogy mindent megosztottak, mindent. Nekem ez volt a rossz, mert nálunk az volt, hogy ritkán volt szomszéd, tudod, meg a szomszéd, a magyarok nem járnak össze, hogy egy lépcsőházban nem mennek át a másikhoz. Itt meg állandó 80-10 voltak egy házban, meg volt, amikor 10 voltunk egy szobában. Szóval ez volt nekem a szokatlan, tudod, hogy ott öltözködni, meg minden, ez volt a szokatlan. És mindenki vitte a ti dolgaitokat is, amit hát, te dolgoztál. Igen, hát szóval, mert az úgy vették, hogy közös, szóval ott egy család együtt volt. Ha náluk laktál, nem úgy volt, mint mondjuk a magyaroknál, hogy oda költözik a veje is, akkor tudod, minden külön, tányér külön, ott minden egybe volt, szóval ott, ha ettél, akkor mindenki ott volt. Ha te főztél, akkor mindenki evett. Ez volt nekem nehéz megszokni, nálunk nem volt ez, tudod, nálunk. Minden, ha külön volt, az külön volt. Nem volt a házba. Nem volt a magának a tanfolyamnak a címe házi betegápoló és szociális munkás képzés cigányok részére. Én valahogy ezt nem érzem, ezt, hogy cigány degradálónak, sőt, azt, amit tapasztaltam a tanfolyamon, azt a pozitív hozzáállást, érdeklődést, meglepő volt számomra. Én gimnáziumban is tanítok, de sokszor sokkal unottabb arcokat látok, és látom, hogy tiszta szívvel és odaadással vettek részt a tanfolyamon, aminek bízom benne, hogy eredménye is lesz, amit majd most a vizsgán tapasztalni fogunk. A polgármester úr nem beszélt szívvel. Imádkozz! Korai szülésnek következik. Jó, lehet, hogy és
esetleg a gyógyszermérgezésnél segítek, hogyha fel tudom ébreszteni a beteget, ha nem túl sok akkor, adagot vett be. Hánytatom. És hánytatom, és keserű sóval itatom, és orvost hívok. Ugye, hogy tudom? Bele fog kérdezni, mert bele fog. De én a mosdatásra összekeverem. Az könnyű, a legkönnyűbb. Nagyon ügyesek voltak. Az esélyedészem az orvoshívása, a B pedig sorolja fel a házi patika kellékeit, sorolja fel, mik a legfontosabb információk az orvos tájékoztatásához. Pont, lették. Nagyon jó. Én remegek. A betegnek biztosítom a kényelmét, a tisztaságát és az etetésről gondoskodok. Van a beteggel való személyiség, van a jó beteg, van a másik beteg, a jó beteg. Van a rossz és a jó, csak nem mondjuk, hogy rossz, hanem a másik beteg. Van a jó beteg, aki igényli a kényelmet, szót fogad a betegápolónak, a gyógyszereit beszedi, van pedig len a másik beteg, aki hősködik, és nem tudja elfogadni azt az állapotát, ami a betegség alapján került. Azt szeretne élni ugyanazt a betegségét, ami ezek előtt volt, de sajnos ezt a betegsége nem teszi lehetővé, hogy ugyanazt a életfolyamatot tudja végezni. És van a beteg kapcsolata. A jó betegápoló először is olyan legyen, hogy derűs, jókedvű legyen, vidám, türelmes, és hogyha ha szüksége van a mindenre a betegnek, meg tudja tenni, ha nehéz is, a beteggel és a hozzátartozóval olyan kapcsolatot teremtsen, hogy semmi panasza ne legyen, és a jókedvűvel, derűségével elő tudja segíteni a beteg gyógyulását. Szeretnék még az aktív életem során még egy pár ilyen tanfolyamon részt venni, mert ezt a szociális munkás házi beteggondozót, ezt nem szeretném kihagyni a képzési skálánkból, mert igazán ilyenkor jön rá az ember, hogy a kisebbség tehetségesebb, vagy akaratosabb, vagy céltudatosabb tagja is igenis meg tudják tanulni ezeket a dolgokat, és el tudják sajátítani. Szerintem be lehet őket vonni mindenféleképpen egy-egy település egészségügyi alapellátásában, a házi beteggondozásba. És én úgy érzem, hogy amikor itt a cigánytelepen a kisebbség idős embereit a saját fajtájából kikerült, képzett emberek ápolhatják, akkor ennek mindenféleképpen lehetőséget kell adni. A költő szavaival kezdjem a vizsgazárót, a nagy műbe van fejezve. És én azt hiszem, hogy sikeresen, és nagyon kellemes kötelezettségemnek kell eleget tennem, amikor ezt a tanfolyamzárót tartom, mert én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok érdekes, értékes emberrel ismerkedhettünk meg, és azt hiszem, hogy ez a sikeres vizsga mindezt bizonyította. Hát elvileg úgy van, hogy Niki, meg Csabi, utána meg ez a Csabi, meg Lior. Melyik Csabi Lior? A mi Csabink. Ja, értem. Meg aki jött vele. Uh-huh. Elvileg azok fogunk benne lakni, meg kocsorákék. De ha azok kocsorákék alaknak együtt, akkor Niki ott fent laknak, Csabi meg itt lent. Ott lesz egy nagy szoba. Két kis szoba. Ez az oldal lesz a gyerekszoba. Ez meg lesz a felnőtt szoba. Ott kint is megcsináltuk, lecsempésztük, korlátokat csináltunk. És fönt a fő utcánál meg hol tart az építkezés? Fönt a fő utcánál, az a presszó mellett, már az építkezés jó megy, már kiástuk az alapokat, betettük a téglákat, és már csak le kell betonozni, ma tenni rá is kész. És hogyha kész vagytok, akkor ott fogtok lakni, vagy ott? Vagy ne, ott ha ott kész vagyunk, akkor ott lakunk, azt a házat bezárjuk, kiveszünk a butrokat, mindent, hifit, mindent, és oda beköltöztetünk valakit, itt az biztos, hogy Nikiék maradnak, akkor lehet, hogy innen átmennek oda Csabiék. Most hozzák az anyagokat oda, ma is csinálják. És ott lesz bolt is? Ott. Lesz 100 forintos, ha jól tudom, lesz műanyagbolt, meg ilyen súlyzóbolt, festőbolt. Ki fogod te adni?
Anyu, apu meg, akit felvesznek. Hát szép a házad. Na, az enyém lesz elvileg. De, végül is. Nem, hanem, ha az felépül, akkor egy cserélek Szabinával. Na, várjál, miért? Hogy cserélsz? Az a Szabi élesz ott majd fönn. Igen, de Szabina azt mondta, hogy ő neki nem kell, mert őnek itt vannak a barátnői. És én meg mondtam, hogy nekem meg ott vannak az osztálytársaim, a barátaim, magyar barátaim, és azt mondtam, hogy cseréljünk. Azt mondta, apu, jó van, az elkészül, akkor Szabináé lesz ez, enyém lesz az. És nincs egy értelmező, hogy akarod. Igen. Nekem ma után egy kis házam. Jött a barátom, hallott, komá. Annyi picsek magamnak odon mellettet három falat. Hát így komá, mi picsek? Mert az én házam mellett neki volt egy kis kunyhaúja. Mert se csak három falat rakott. Már az enyém volt neki a negyedik. De most, Isten őrizzen, nem hogy mellettem lakna, még egy méteres engedném be. Nagyon sok a differencia ahhoz képest, meg a mostani. Meg már más a helyzet. Nem úgy van, mint valamikor. Már azt már elhagytuk, elfelejtettük. Nem, hogy nem bízunk egymásba, hanem azt mondjuk, mert hát ha én mentem dolgozni, meg kerestem magadnak, menjen ő is. Legyen neki is úgy, mint nekem van. Ott volt a piszkinél, legalább ilyen 30 méter körzetben, ami itt van cigánság, hodázat, az mind ott lakott. Ezen a részen, tehát ezen a területen éltek az őseink, tehát az a pár család, mert azért egy pár család volt itt, aztán innen terjedtek ugye szét a falvakban. Tehát olyan értelemben, hogy más utcákban magyarok közt, meg kiépült, tehát az utcák egyre jobban. És más neve is volt, külön neve volt? Igen, ennek nem az volt a neve, hogy a Diendre utca, meg Lenin utca nagyon régen, hanem az volt a neve, hogy Kolerás, a nagyon régi. A kolerás után kapta a C-telep, tehát úgynevezett a személyigazolványokba is beleütötték, hogy C-telep, ez úgy a cigány telep. Tehát nem volt konkrét neve. És miért kolerás? Kolerás azért, mert tehát valamikor itt egy hatalmas gödör volt, és itt egy vágóhíd volt, és ugye nyilvánvaló, hogy a vágóhídból kikerülő hulladékokat ide gyűjtötték, tehát egy bűztelep volt itt nagyon-nagyon régen, és ezért kapta a nevét, hogy kolerás. Éttünk. Jó, érjük magunkat. De akkor nem volt azt a... Volt akkor minden... nagy felelősség a cigánsághoz. Például az enyém volt a fiú, őnek volt egy lány a másiknak, nem hagyhatta el, mert a felelősség rám volt. De ugye a fiamnak csak én tudtam parancsolni. Mert akkor szólt is fogadott, de máma már nem. Máma az unokámnak nem parancsol. Még be se jön nálam. Soha? Hát, ott a Ferusé még nem volt benne beágva a tíze. Ezt a magyar tempót hordja. De az nem baj, ha büszke arra, amilyen van, és... De ne felejts el, hogy ő is milyen közegből. Ó, az ez... már elfelejtette, Sándor. Az már elmaradt. Jó, de hát a jelző akkor is az lesz, hogy cigány. Hát hallgassa, már olyan öregek, mint én is, hát csak lenézi. Csak lenézi. Nem úgy segítse, csak lenézi. Hát nem igaz? Még szólnom is nem ér az ember. Na, még szóval. Az kéne szólva rá, Mahi. Megfázol. Békesség volt. Meg nem kell. Volt az egyetlen, egymást jobban nem szerettük, mint most valahogy, ma más, de régen azért az, hogy ilyen kunyhó, meg hogyan éltünk, biztos, mert szegényesen, nagyon szegények voltunk, az biztos, hogy szegények voltunk, de annyi, a gyerek, mi gyerekek annyira jól tudtuk érezni magunkat. Olyan volt például, hogy elmentünk, milyen vízbe ott arra lehet? Na, de! A mocsáról. Hát nem volt tiszta víz, de mégis elmentünk. A kozák vize. Igen, az a kozák vize. Bujócskázni, mindent. Ja, igen, volt is, mert milyen fák voltak ott, meg minden. Ja, nagyon jó volt.
És sose felejtem, átjártam mindig Gyuszékhoz estézni, vagy Gyula mesélt nekünk meséket, és mindig bármit főztek, vacsoráztunk együtt. Meg az öreg azt, hogy csináltak lekváros fánkot, akkor nem úgy csináltak, egy nagy hatalmas tálba. És minden gyerekek adtak a kezébe. Ők énekeltek, gitároztak, táncoltak. Most, hogy lesznek ezek a választások, felborult az egyensúly itt a faluba. Sok rendesnek ismert ember úgy megváltozott körülöttünk, nem tudom, mi lehet az oka. Babus, Csabi és Ferenc néha eljönnek, de igazából még ők sem beszélnek, még egymással sem. Babus néha benéz, ha valami pletykát hall, elmondja, és ezzel vége. Így hullott szét egy nagy család, és ez ellen nincs mit tenni. Már kimerültem minden jó ötletből, és lassan már szeretni is elfáradok. Ebben is az a szép, hogy Gyuszival egyre erősebb marad a kapcsolatunk. Minél több bánat ér minket, többet beszélgetünk, vigasztaljuk egymást, erősítsük egymást, és én ezt szépnek látom. Szakanak Fúzsi Mária, Lészakó szuntina mélyéké kávrész, Taja Máro intregot rájolé Krisztus eszké. Amári dévlészké sinávász.